Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják, tartsanak velünk! Ülésezett a Dombóvári Képviselőtestület, többek között az egészségügy, a költségvetés és a vállalkozók segítése volt napirenden. Társulási ülés, a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó és előadta napirendi javaslatait. 50 éves a Kossuth Szoborcsoport, helytörténeti séta a Dombóvári Szigeterdőben. Színpadi programok, kézműves vásár és játékok, egésznapos gyereknapi események. Ülésezett a Dombóvári Képviselőtestület. A napi rendek között szerepelt a Dombóvári Egészségügyi Alapellátás, a védőnői kérdés és az egyik legfontosabb a költségvetés. Szóba jött a területek értékesítése is, amellyel a vállalkozásokat lehet segíteni. Többek között ezekről döntöttek a városatyák a testületi ülésen. Soron következő ülését tartotta a Dombóvárváros önkormányzata képviselőtestülete. 10 napirendi pontot tárgyaltak a városatyák. Többek között a dombóvári egészségügyi alapellátást érintő kérdések kerültek megvitatásra. Az egészségügyi ellátási rendszerről beszélt Szabó Lóránt képviselő. Elmondta, hogy az előterjesztés megállapította, a belvárosban nagyon kevés olyan ingatlan helység van, amely a mai kor követelményeinek megfelelő szolgáltatást, ellátást képes biztosítani. Ezért a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesületnek az a javaslata, hogy a Szigeterdőbe építendő 600 fős szabadtéri színház helyett sokkal inkább egy belvárosi orvosi rendelőt, esztékát, vele együtt egy kis patikát kellene megépíteni, és e tekintetben az Európai Uniós források biztosítanák az építkezésnek a finanszírozását, valamint van egy ötletünk az elhelyezkedés tekintetében is, egy olyan telek, mely két utcáról is megközelíthető és nagyon frekventált helyen van a belvárosban. A képviselőtestületi ülésen az egészségügyi alapellátáshoz tartozott egy nagyon fontos kérdés. A házi orvosi praxis betöltésére keresnek orvost, mivel nyugdíjba vonult az eddig hivatását kiválóan teljesítő doktornő, mondta Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. Puszta Erzsébet doktornő hosszú évek után szolgalmas és tisztességes munkát követően dombaváriak nagy szomorúságára úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, és egy háziorvosi körzetet be kellett doktort keresnünk. Meglepő módon viszonylag egyszerűen megoldódott ez a probléma, ami több településen komoly kihívást okoz. Nyilván az ő esetében még az is fontos volt, hogy az a rendelő a gimnáziumban szemben, ahol eddig is végezte a tevékenységét, sajnos már több év óta alkalmatlan volt, hiszen az épületet, fölött elvő lakásokat meg ki is kellett ürítenünk, hiszen azoknak a karbantartására az elmúlt 25 évben az előző önkormányzat egy forintot se költött. Nyilván ezzel párhuzamosan már előző testületülésen tárgyaltuk az orvosi ügyelet kérdését, akik pillanatban egy másik rendelőintézetünkben működnek, ugye az ő ellátásuk átalakul, és az OMSZI fogja végezni, és felszabadul a rendelőintézetünk, ahova az új háziorvosnak tudunk rendelőt biztosítani. Ezzel párhuzamosan a védőnői kérdést is megtárgyalták, hiszen eddig 8 plusz 1 védőnő látta el feladatát Dombóváron. Ez pedig egy szokatlan helyzet volt, tette hozzá a polgármester. Hiszen az önkormányzat volt a munkáltató, a szakmai irányítását pedig a kormányhivatal végezte, július 1-ével a munkáltató és a kormányhivatal lesz, és a szakmai irányítástől fogják végezni. Én ezt a megközelítést, amely irányban most elmozdultunk, szerencsésnek tartom, hiszen nyilván legyünk őszinték, ma a humán erőforrás tekintetében a szakmai irányításra alkalmas személy az önkormányzatnál nem volt, és én azt gondolom, hogy egyik önkormányzatnál sincs, és nyilván ez egy kormányhivatali feladat. Mindezek által bízom benne, hogy ettől ez az ellátás nem romlani, javulni fog, hiszen ugyanaz lesz a szakmai irányító, aki egyébként a munkáltató. A testületi ülésen egy másik nagyon fontos kérdés, a költségvetés megvitatása is helyet kapott. Februárban miután megalkotjuk a költségvetésünket, májusban pedig elfogadjuk az árszámadásunkat, amely az előző évnek egy tükörképe. Dombóvár tekintetében azt gondolom, hogy ez a pénzügyi stabilitás, amely 2020-tól megindult, ma visszatükröződött az árszámadási rendeletünkbe is, hiszen zökkenőmentesen vettük az évet. Többször elhangzik a ellenzék oldaláról kritika, hogy a feladatapú finanszírozás, az elvont hatáskörök, ezek mind-mind azt mondzák magukkal, hogy folyamatosan ingatlant értékesít az önkormányzat. Ez nem igaz, hiszen azt gondolom, hogy ha a vagyongyarapodást nézzük, abban a vagyongyarapodásban látszik, hogy pozitív szaldót értünk el, és azokat az önkormányzati funkciókhoz nem köthető használaton kívül ingatlanokat értékesítjük csak, amelyel az önkormányzat nem tud mit kezdeni, és közöktávú terveink sincsenek.
Többször felmerül olyan területek értékesítése is, amely egy-egy vállalkozás bővülésének lehetőségét segítik elő. Ez azonban feladat is, hiszen munkahelyteremtésben aktívan csak akkor tudnak részt venni, ha mindenben hatékonyan együtt gondolkodnak és mozognak a helyben működő vállalkozásokkal, hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester. Ülést tartott a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. Ezt követően a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás tanácsa is előadta napirendi javaslatait. Az előterjesztéseket a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegált tagok elfogadták. 5 napirendi pontot tárgyalt meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. Ezek közül a zárszámadás elfogadása volt a legfontosabb, hiszen ezt minden év májusában el kell fogadni, mondta Pintér Szilárd polgármester. Az elmúlt évek során soha nem volt még ez semmi probléma, hiszen a pénzügyi stabilitásunk és a működésünk azt gondolom, hogy arra predesztinál minket, hogy el tudjunk számolni minden májusban. Szakmai beszámolót is volt szerencsén meghallgatni a társulási tagoknak. Nyilván a tavalyi év a Magyar Falu Top Plus és egy-két líder pályázat jegyében telt. Remélem, hogy 2024-ben ez a szakmai beszámoló egy kicsivel bőven beszédű lesz, hiszen kollégáim több pályázat tudnak készíteni, és a vidékre, a falvakba több pénz fog jutni, mint amely tavaly jutott. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámolót is elfogadta a társulás, tette hozzá a polgármester. Ez is nagyon fontos, hogy belsenezési szempontjából is sallagmentesen tudtuk venni a 2022-es évet. Nyilván miután ilyenkor nyári szünetre készülünk, és szeretném, hogyha úgy zárnánk az első fél évet, hogy egy szakmai kirándulást is még beleférjen, ezért arra tettem javaslatot kollégáimnak, hogy az elmúlt években egy kiemelkedően fejlődő dunántúli város látogassunk meg, és nyilván Mohácsra szeretnénk júniusban eljutni, ahol azt gondolom, hogy olyan tapasztalatot tudunk szerezni, amelyet később tudunk kamatoztatni. A társulási tanácsülést követően a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás is előterjesztette 6 napirendi pontját. Ennek során többek között a tavalyi év működéséről és a belső ellenőrzések eredményeiről, valamint a zárszámadásról számolt be dr. Németh Tímea, a társulási tanács elnöke, Dombóvár alpolgármestere. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a városban nyújtott bizonyos szolgáltatásait érintő döntéseket is előadta a társulási tanács elnöke. 50 évvel ezelőtt állították fel a Kossuth szoborcsoportot a Dombóvári szigeterdőben. A jubileum alkalmából megemlékezést tartottak, melynek keretében helyismereti séta vette kezdetét. A túrát Takács Istvánné helytörténész vezette. A program végén a dombóvári székelykör által sütött Kossuth kifli várta az ünneplőket. Éppen a fél évszázados jubileumi ünnepsége zajlik egy tárlatvezetés keretében a Kossuth szoborcsoportnak. A hatalmas szobrok a Dombóvári szigeterdőben találhatók, különösen hányatott sorsuk volt. Eredetileg 1927-ben Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt állították fel őket, majd a II. Világháború után 1952-ben Rákosi Mátyás elbontatta, mondván, hogy ez egy szomorú búskomoralkotás, a szocializmus alapeszményeivel nem fér össze, mondta Kerényi Zsolt alpolgármester. Sokáig a budapesti temetőben, az új köztemetőben hevert, mint egy halomkő tulajdonképpen, meg is dézsmálták kicsit, és aztán a 70-es években, 60-as 70-es években, 69-től 72-ig történt az a folyamat, aminek a végén ide került felállítás. Először lehozták ide teherautókkal Dombóvárra, a belvárosban hevert, és utána itt állították fel a szigeterdőben. És hát többször Budapest ezt vissza akarta magának kérni, de olyannyira kötődtek hozzá már a dombóváriak, hogy a mai nap ennek a szoborcsoportnak a másolata áll a Kossuth téren, és egy tábla is megemlíti, hogy az eredeti az Dombóváron van. Egy személyes élményét is megosztja az alpolgármester, amely a szoborcsoporthoz, a parkhoz fűzi. Budapesti születésű vagyok, tehát 87-ben kerültem Dombóvárra, de ha nekem látogatóm érkezik, bárhonnan, Budapestről, vagy a ország bármely pontjáról, vagy akár külföldről, de mindig elhozom őket. Én azt vallom, hogy ez egy olyan kuriózum, ami nagyon kevés településen van meg, és egy kicsit, nemhogy érdekes, nekem egy kicsit misztikus is ez az egész történet, ami ezzel a szoborcsoporttal történt. Sír az édesanyám, a rózsám meggyászik. Fekete gyászvirág búsul ablakában. Halulegényeik
kenyeres pajtásim. Az Isten áldása szálljon le rátok. A parkban a szabadtéri tárlatvezetés során ünnepi hangvételű, a témához illő műsor zajlott. Ferenc Orsolya, az Éhes Gyula Gimnázium zenetanára Kossuth dallal emelte az esemény színvonalát. A kérés az volt, hogy természetesen Kossuth nótákat énekeljek. Én nem énekeltem még Kossuth nótákat, megmondom őszintén, ugye az operett és az opera a világom, viszont ez mindig nagy kihívás, és úgy érzem, hogy akár a Kossuth dalok, vagy a 48-as dalok nagyon komoly jelentőséggel bírnak. Nekem fontos a nemzeti identitásom, és ez mindig egy ilyen plusz töltetet ad a dalnak, és az, hogy belemászik az ember a szövegbe, és ilyenkor mindig visszaigazolódik az, hogy a dal az nem véletlenül született meg, tehát hogy a szöveg az mennyire fontos. Úgyhogy ez ilyen nagy várakozás volt bennem, hogy Kossuth nótát énekelhetek, úgyhogy ennek nagyon, nagyon örülök. Az 50 éves jubileum megemlékezésre a dombóvári székelykör elnöke is meghívást kapott. Horváth Józsefné 50 éve él Dombóváron. Nagyon gyakran lejártam az gyerekeimmel, most aztán később az unokáimmal ide a Szigeterdőbe sétálni. És most, hogy így a szobrok föl lettek újítva, hát én el vagyok varázsolva, gyönyörű a park is, de a szobrok is, és nagy élmény. És ahogy a gyerekeimnek, unokáimnak mindig március 15-én, amikor lehoztam őket, mondtam a történeteket, hogy ki kicsoda. Én úgy gondolom, nyomot hagytam bennük, de most ez így, ez a látvány, ez csodálatos, és nagyon büszke vagyok dombóváriként, hogy ilyen érték van itt a városban. Ezen ilyen szobrok, ilyen alkotások, hát kiváló a munka, ami mögötte van, akik elvégezték ezt a tisztítást. Gratulálok is a szervezésnek is. Viszont mi annyiban tettük hozzá egy kicsit az ünnepséghez, hogy Kossuth kiflit sütöttünk tegnap délután két székelykörös asszonynál, is mondanom nevüket, a Dunai Péterné Marika és Papné László Ildikóval sütöttünk egy nagy adag Kossuth kiflit, és mindenkinek ezt fogjuk kínálni a végén nagy szeretettel. A szigeterdei tárlatvezetés Takács Istvánné helytörténész tartotta. Gyereknapi rendezvényeket tartottak május utolsó hétvégéjén több tolnai településen is. Dombóváron egésznapos színpadi programok, kézműves vásár és játékok várták a gyerekeket. Kocsonán pedig idén először tartottak ilyen eseményt kicsik és nagyok számára egyaránt. Számos programmal készültek kicsiknek és nagyoknak Dombóváron május utolsó hétvégéjén. Gyereknap alkalmából a zene, az ének és a színpadi produkciók mellett rengeteg elem színesítette a rendezvényt. Készültünk színpadi programokkal és kézművesekkel, akik foglalkoztatják itt a gyerekeket és a szülőket. Jelen pillanatban éppen egy kutyás bemutató van a Dombóvári Kutyás Egyesülettel. Hát a program már elkezdődött, hiszen Rostás Andrea tartott aerobikot az egészen piciknek a színpadon. Aztán ezután folytatódnak lesz egy bábszínház, az óvónéniknek a bábszínháza bent a művöldési házban. 16 órától az Aranykapu zenekar ad egy koncertet, ráadásul nekik dombóvári kötődésük van, és éppen 10 esztendős most a zenekar, úgyhogy őket nagy örömmel veszük. Aztán utána a Keptár zenekarral lesz majd egy táncház, és hát korábban meghirdetésre került egy rajzpályázat, a könyvtár által ennek lesz az eredményhirdetése 17 óra 30 perctől, és hát utána még nagyjából úgy képzeljük, hogy 18 óráig, vagy amíg a fiataloknak és a szülőknek van kedve, folytatódik még a táncház, és hát ezen kívül, ahogy említettem, vannak kézműves foglalkozások, itt mögöttem a fanyűvőknek a játszóháza, kifejezetten népi játékokat lehet játszani, itt van Papné Farkas Gabika, akinél nagyon érdekes ilyen gyümölcsös könyvjelzőket lehet, illetve legyezőket lehet készíteni természetes anyagokból. Elgemrott néva a mézes kalács szakkörnek a vezetője, ő is készült. Aztán itt van a Szőlőhegyi Alkotóház, Király Zsófiánál papírmaséket lehet készíteni, a műfázban működik az Éltes Kávézó, ők is gyakran résztvevői a programjainknak. A könyvtárosoknál nagyon érdekes kúsztartót lehet készíteni, van lufi hajtogatás, itt hátul a Fejfer család pedig különböző trambolinnal, illetve más gyerekjátékokkal is készült. Finom ételek, italok várták a vendégeket, de a kézműves vásárra kitelepülők portékáiból is válogathattak a látogatók. Milyen szép pillanat, rózsaszín vagy szivárvány? A kicsik barkácsolhattak, saját készítésű díszeket is gyárthattak a nap folyamán. Most a mai napra virágkészítéssel készültünk, egy varrott virágot csinálunk, aztán színes lapból hajtogatottat,
és hát megmutassam, vagy megnézik majd utána, hogy ez még ő is mit mutat. Textíliából, papírból, ezek a mai, úgymond, ajánlatunk. Egyértelműen mézes karácsozónk, ami ehető, illatos, díszíthető gyöngyökkel, szívekkel, tehát kreatívan dolgoznak, és mindenki sikerélménnyel megy el. Sokan vannak, folyamatosan vannak, türelmet kell kérni, mert van, aki 20 percig is elügyködik a munkáján, úgyhogy örülök neki, hogy ügyesek a gyerekek. A művelődési helyzetben mézeskarát szakkörvezetőként vagyok jelen, és akkor ilyenkor, ha van ilyen lehetőség, akkor jövünk, hogy mindenki elérje ezt a tevékenységet, és otthon is csinálják. Gyerekek, felnőttek, férfiak, beálltak ők is. Úgyhogy most smiley-k készülnek, meg voltak kis kastélyok, kis mesebeli házikok, gyerekek alkalmából ilyen kis vicces dolgok készülnek. Egy domb, egy szép zöld domb, ré, egy rég nem látott ré. Ezt a gyermekelőadást már Kocsolán láthatták a kicsik. A településen most először rendeztek gyereknapi programokat ilyen formában. Minden évben ugyan természetesen nem feledkezünk meg a gyerekektől, de külön tartottuk óvodába, iskolába, és ma úgy gondoltuk, hogy ez jó, ha így összevonjuk a gyerekeket és az egész falut, és azért szerveztük ide a vendégházhoz mára ezt az eseményt. Délelőtt már a kispolgároknak volt egy faültetés, a 2022-ben született gyerekeknek ültettünk fát, és délután ezekkel a gyerekműsorokkal folytatjuk ezt a programot. Épp a háttérben most egy ilyen 50 perces interaktív mesejáték zajlik gyerekek bevonásával. Utána lehet pónilovagolni, rendőrautó van, csillámtetkót készítenek majd, arcfestés lesz, hajfonás, úgyhogy minden kedves dologgal várjuk itt a gyerekeket, ügyességi játékokkal. Mivel a gyerekek nagyon szeretik a palacsintát, itt megpróbáltuk nekik kedveskedni, minden gyereket várjuk egy-egy palacsintára, egy finom limonádéra, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából minden gyerek fagyit fog kapni. És a mai nap zárásaként akkor este még egy retrodiszkot tartunk, várjuk a fiatalokat, idősebbeket egyaránt, úgy gondolom így akkor minden korosztályt ki tudtunk elégíteni ezen a napon, és remélem, hogy mindenki jól is érezte magát. A nagy népszerűségnek örvendő énekes, interaktív előadás mellett a kocsolai gyerekek egész nap találhattak kedvükre való programot, és különleges vendégekkel is találkozhattak. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!